Fél óráig tehát még lehet szavazni a romániai elnök választáson. Kelemen Hunor a magyar jelölt mindenkit részvételre buzdított, miután leadta a szavazatát, és így tett napközben több ismert magyar ember és politikus is. Nagy lehetőség ez ugyanis a Romániában élő magyaroknak arra, hogy megmutassák közösségük erejét. Ennek ellenére a magyar lakta területeken némileg kisebb a részvételi arány, mint a román megyékben. Körülbelül 29 perce még tehát mindenkinek van arra, hogy éljen szavazati jogával. A langyos kampány sem vette el az emberek kedvét a szavazástól Romániában, ahol a részvételi arány már kora délután átlépte a 25%-os lélektani határt. A választás előtti kampányhajrát elhomályosította az elhúzódó kormányválság, amely alig 6 nappal ezelőtt ért véget. Méghozzá úgy, hogy Klaus Johannis államfő volt pártjának vezetője, Ludovik Orbán alakíthatott kisebbségi kormányt. A második mandátumáért küzdő Johannis 45%-os népszerűséggel torony magasan vezetett a felmérésekben. Az államfő a korrupció elleni küzdelem folytatását ígérte. Am votat pentru Romania normal. Egy normális Romániára szavaztam, egy jobb jövő érdekében, és remélem, hogy a választók ma megerősítenek ebben. Ezen a választáson eldől, hogy Románia milyen irányba fordul a következő években, mondta Klaus Johannis, miután leadta szavazatát. Noha a szavazólapokon összesen 14 név szerepel, csak 3 jelöltnek van esélye arra, hogy a jelenlegi államfő kihívója legyen a második fordulóban. Egyikük az egy hónappal ezelőtt megbukott baloldali kormányfő Viorica Dăncilă. A 2016-ban hatalomra került szociáldemokrata párt által kijelölt kormányok többször is kivívták a népharagot a hivatali visszaélés büntetését enyhítő rendeleteikkel. Viorica Dăncilă a mostani kampányában nyugdíjemelést és szociális jóléti intézkedéseket ígért. A romániai jólétre szavaztam, egy büszke és biztonságos Romániára. Azt szeretném, ha honfitársaimnak nem kellene amiatt aggódniuk, hogy miből főznek holnap ebédet, vagy miből fizetik ki a gyógyszereiket és a számláikat. A megszorítások ellen voksoltam, jelentette ki a volt kormányfő, akinek a felmérésekben 20% körüli eredményt jósoltak. Az elnökválasztásnak magyar jelöltje is van, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Kelemen Hunor. A politikus hangsúlyozta, fontos, hogy a romániai magyarok megmutassák a közösség erejét, hiszen az elmúlt években kiderült, hogy a román pártokra nem számíthatnak. Ma arra szavaztam, hogy a következő években, a következő évtizedekben legyen nagyobb tisztelet az állam részéről a polgárok iránt, nagyobb tisztelet a magyarok és a románok között, legyen bizalom és kevesebb előítélet, hogy ezt az országot tudjuk jobb országát tenni. Azért szavaztam ma, hogy egy erős közösségnek az erejét mutassuk fel, ez nem csak a jelöltekről szól, hanem a közösségről is. Arra biztatok mindenkit, hogy ne üljön otthon, menjen szavazni. A külföldi szavazókörzetekben rekordot döntött a részvételi arány. A korábbi voksolások tanulságait levonva ezúttal sokkal több helyen lehetett szavazni, így a szokásos káosz elmaradt. Az urnákat magyar idő szerint este 8-kor zárják. Köszönöm.